Hajrájához érkezett az amerikai elnök választási kampány, az utolsó héten a megszokottnál is masszívabb kampány folytatott Joe Biden és Donald Trump. A regnáló amerikai elnök a járványhelyzet ellenére sem mondott le a több ezer fős rallik megtartásáról, a demokraták jelöltje viszont leginkább az online térben folytatott masszív kampány, az eseményei leginkább szűk körben voltak megtartva. Ebben a videóban a két jelölt kampányának utolsó hetét fogjuk összehasonlítani. Donald Trump amerikai elnök igen erősen meghúzta a választások utolsó hetét, ami bizonyára annak is betudható volt, hogy a legtöbb közvéleménykutatás szerint masszív előnnyel vezet a demokraták elnök jelöltje. Trump a kampányában kiemelten foglalkozott a gazdaság újraélénkítésének témájával, olyannyira, hogy sorra azzal vádolta meg Bident, hogy amennyiben a demokratát választanák meg elnöknek, biztosan lezárná az országot és összeomlás következne. Trump többször is kifejezte, nem kell a tudósokra hallgatni, ő maga ugyanis átélte a koronavírust, és egyáltalán nem olyan veszélyes, mint ahogy ezt beállítják. But I think I'm better to a point that I feel better than I did, you know, I jokingly said 20 years ago. I feel perfect. There's nothing wrong. I had a case. Igaz, azt nem kalkulálta bele valószínűleg, hogy a világ egyik legerősebb hatalmának elnökeként nem azt a kezelést fogja kapni, mint egy detroiti munkás. Na de mindegy is. A kampány utolsó hetében Trump egy új alkotmánybírót is kinevezett Amy Coney Barrett személyében, így biztos, hogy a jövőben komoly többségben lesznek a konzervatív bírók az alkotmánybíróságon. I'm glad she's not running for president. I'd much rather go against Sleepy Joe. Much easier. Na de nézzük meg a kampányt. Trump szűk egy hét leforgása alatt 10-nél is több város turnézott végig, leginkább azokat az államokat, ahol kétes a választás eredménye. Trump rallyein sorra több ezres tömeg vett részt, teljesen figyelmen kívül hagyva a maszkviselést és a távolságtartást, ami nálunk átüti az emberek inger küszöbét, az Amerikában meg se kottyan az embereknek, Trump ugyanis szinte minden eseményre helikopterrel érkezett, ami látszólag nagyon tetszett a republikánus elköteleződésű közönségnek. Az elnök ezek után sorozatosan oltogatta vetélytársát Joe Biden, amiért csak szűk, néhány százfős rendezvényeket tartott. Biden ezt elővigyázatosságnak értékelte, Trump szerint viszont azért volt ilyen szűk a tömeg, mert többen nem is lettek volna rá kíváncsiak. Trump amellett, hogy konkrétan a komplett média hálózatát bevetette a kampányban, külföldi szervereken is rendkívül aktív kampányt folytatott, számos reklámvideó került ki az elnök irodájától és a republikánus pártól, amelyben Biden ellen folytatnak karaktergyilkosságot. My problem is I voted for NAFTA. I'm supporting NAFTA. If you vote for Biden, it means no kids in school, no graduations, no weddings, no Thanksgiving, no Christmas, and no 4th of July together. Other than that, you have a wonderful life. Na nem, mintha ezt távol állt volna a demokrata jelöltől és csapatától. A hétvégén egészen odáig fajult a helyzet Donald Trump karaktergyilkosságainak köszönhetően, hogy Joe Biden kampánybuszát lelassították és leszorították egy texasi autópályán. Donald Trump az erről szóló videót meg is osztotta közösségi oldalán azzal a felirattal, hogy imádom Texast. Az elnök fia szintén közzétett egy videót az oldalán, amelyen arra hívta fel az apja támogatóit, hogy máshogy is járjanak el hasonlóképpen, mint Texasban. Joe Biden az eset kapcsán felszólította híveit, hogy ők semmiképp ne cselekedjenek hasonló módon. Mi ennél sokkal jobbak vagyunk, mondta az amerikai elnök jelölt. Az ügyben az FBI is nyomozást indított, Trump szerint azonban sokkal inkább az anarchisták és az antifák után kellene nyomozni az FBI-nak. Trump mindkét elnök jelölti vitán és a közösségi médiában is fia korrupciós ügyéről kérte számon Bident, a jelölt ezt viszont elengedte a füle mellett. A regnáló elnök viszonylag kevésszer reagált konkrétan a Black Lives Matter mozgalom tüntetéseire, szerinte ugyanis a tüntetők és az antifák nagyobb veszélyt jelentenek a társadalomra, mint a fehér felsőbbrendűségben hívők. Are you willing tonight to condemn white supremacists and militia groups and to say that they need to stand down and not add to the violence in a number of these cities, as we saw in Kenosha and as we've seen in Portland. Sure, are you I'm prepared to specifically that, but do it? Well, I would say almost everything I see is from the left wing, not from the right so wing. So what are you saying? I'm willing to do anything. I want to see well, peace. Then do it, sir. Say it. Do you want to call them? What do you want to call them? Give me a name. White supremacists and right wing. Who would you like me to condemn? White supremacists and right wing militia.
stand back and stand by, but I'll tell you what, somebody's got to do something about Antifa and the left, because this is not a right-wing problem. This is a left-wing. FBI director this said is a left-wing problem. White supremacist. Antifa's an idea, not an organization. Oh, you got it. Not malicious. That's what FBI director Gentlemen. Said. Trump kampánya egyértelműen a másik jelölt lejáratására ment rá, abszolút negatív kampányról beszéltünk az esetében, tweetjeiben azonban sorra várom veregette magát a kiemelkedő elnöki teljesítményéért. Joe Biden ezzel szemben egy sokkal, kapaszkodj meg, fiatalosabb kampányt folytatott 78 éves kora ellenére. Kampánya során ugyanis folyamatosan a maszkviselés fontosságát hirdette, hangot adott a női és a rassz alapú diszkrimináció veszélyeinek is, nem véletlen tehát, hogy a elnök jelöltje a bevándorló családból származó Kamala Harris. Biden az egészségügy kérdését igyekezte folyamatosan hangsúlyozni, egyértelműen kommunikálta az Amerikával kapcsolatos vízióját. Bidennek annyiban is könnyebb dolga volt demokrata jelöltként, hogy maga mögött tudhatta az amerikai kultúra és a közélet majd összes szereplőjét, népszerű színészek, zenészek, közszereplők támogatták nyíltan a kampánya során. Egyik eseményén még a rendkívül népszerű Bosszúállók filmek sztárjai is egy színpadra álltak vele, így egyértelmű volt, hogy a pártsemlegesek, vagy éppen a baloldali meggyőződésű szavazók ki mellé fognak majd húzni. Bár az igazság úgyis csak a szavazás után derül majd ki. A demokraták jelöltjének kampánya sokkal emberközelibb volt, mint Trump elnöké, ugyanis míg előbbi a közembert igyekezett megszólítani a hétköznapi problémáinak feloldozásáról szóló ígéreteivel, Trump sokkal inkább a hívőinek és az ultrapatrióta szavazótábornak kommunikált. Biden kampányában is bőven voltak minimum szürkezónás megoldások, például az, amikor gyerekekkel kampányolt. That's a flag. He has to have that everywhere he goes. Why? Let me put it on you. It's an American flag. Az elnök jelölte mellett Trumppal szemben aktívan kampányolt a dél-amerikai szavazóknak is, fontosabb üzeneteit spanyol nyelven is kirakta a közösségi oldalaira. Biden egyértelmű üzeneteinek köszönhetően könnyen beágyazódhat az amerikai szavazók emlékezetébe, ugyanis a rendkívül sok ígéret mellett visszatérően felidézte a hat legfontosabb javaslatát. Az oktatás megreformálása, a járvány kontroll alatt tartása, 2050-re 100%-ig megújuló energiából működő Amerika, az első női alelnök, a munkahelyek védelme és egy működő egészségügyi rendszer felállítása. Biden emellett nem mellékesen 47 éves politikai karrierjére is okkal helyezheti a hangsúlyt, főleg úgy, hogy korábban már volt alelnök is az országban. Meghökkentő adat lehet az, hogy ezzel a politikai pályával Biden a 243 éves amerikai történelem 20%-át testközelből figyelte meg. A demokrata jelölt egyik legnagyobb trükkje a kampány alatt az volt, hogy nem annyira elnök jelöltnek, sokkal inkább egy kedves bácsinak mutatta be magát, aki sokat jár vonattal, és a kutyáját is magával vinni a fehérházba. Sokat nyomhatott alatba az is, hogy nem csupán az elnök jelöltségért folytatott versenyben résztvevő ellenfelei álltak ki mellette a kampányban, de a korábbi elnök Barack Obama és a First Lady is Michelle Obama is. The first person to vote for is my favorite candidate for president and vice president. Generally, I don't share my ballot. In this case, though, I think you all know, I'm voting for Joe Biden and Kamala Harris. So. Biden ezzel együtt ugyanúgy komoly energiát fektetett abba, hogy Donald Trump jelöltségét elhiteltelenítse. Az elnök pénzügyeiről és adózásáról szóló hírek és az elnök múltbéli kétes nyilatkozatai mind-mind terítékre kerültek a kampányban. Arról, hogy kinyeri majd az amerikai elnök választást, egyelőre csak közvéleménykutatásokra hivatkozva tudnék beszélni, de a 2016-os választás óta ezt inkább érdemes figyelmen kívül hagyni. Amerikában épp úgy, ahogy 2016-ban, most is többször jelentették, hogy orosz beavatkozásra utaló nyomokat és veszélyt találtak, és most már Irán is itt van ezen a listán, így a tiszta választás lehetősége kérdéses. Az viszont biztos, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal többen, több mint 80 millióan szavaztak a hivatalos szavazás előtt levélben. Ha tetszett ez a videó, kövessétek a csatornánkat, ugyanis a héten több videót is fogunk készíteni az amerikai elnökválasztásról és egyéb témákban is. Sziasztok!